A Wenckheim palotát, amely a 8. kerületi Szabó Ervin téren áll, Wenckheim Frigyes gróf építette, mégpedig a család alkalmankénti pesti tartózkodásainak idejére. 1927-ben a gróf halála után az örökösök a fővárosnak adták el az épületet. Az évakig tartó átalakítást követően 1931-ben nyitotta meg ismét kapuit a nyilvánosság számára, mint fővárosi könyvtár. Majd napjainkban, mint a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtáraként üzemel.